A kérdés így hangzott: magyarországi állattenyésztés magyar takarmánnyal, vagy tengeren túli importtal? Elvittek tőlünk is egy szakembert Amerikába, úgy hívják, hogy Raskó György. És ő a Világbank alkalmazásában, hogyhogy nem, szójatermesztésben jeleskedő szakemberként ügyködött Brazíliában, mert az amerikai nagy ültetvényesek Brazíliában hoztak létre a hatalmas ültetvényeket az őserdő kiirtásával, ugye azért, hogy a szója termesztésből ugye igen nagy profitot lehetett szerezni, nosza, akkor termeljenek és adják el Európába. És aztán a 90-es években, amikor hazajöttünk, hogyhogy nem, ő lett a mezőgazdasági államtitkár a Fölmelelésügyi Minisztériumban, és az Állami Vagyonügynökség igazgató tanácsában is egy igazgatói állást kapott, azaz egyszerre volt a kormánynak is, meg az ügynökségnek is egyik vezető embere, és az élelmiszer privatizációja hozzá került. És bizony, ő maga is létrehozott Magyarországon szójakereskedelmi vállalkozást. Eladják a növényolajipart, de nincs magyar érdeklődő. Írja a Népszabadság 1990. szeptemberében, miközben az én ajánlatom már ott van bent a vagyonügynökségnél. Én vagy 200 mezőgazdasági szövetkezettel együtt bekopogtattam, kérem szépen, ne adják el fű alatt. Tessenek szíves lenni a szabályok szerint pályázatot kiírni, mert mi indulni szeretnénk a pályázaton. Nagy-nagy kavarodás lett ebből a vagyonügynökségnél. Mert az a bizonyos pénzügyi tanácsadó, aki abban bíztak meg, hogy dolgozza ki az értékesítést, az már szinte lefutottnak tekintette, hogy itt pillanatokat átjátszák a Peruzzinak és az egész dolog, amire itt észbe kap valaki már régen lezárt ügy. Volt Magyarországon akkor egy olyan törvény, amelyik azt mondta, hogy aki élelmiszeripari vállalatot ad el, és mezőgazdasági termelő jelentkezik, annak elővásárlási joga van, és ettől a jogától nem lehet megfosztani. Nem lehet visszautasítani a vételi szándékát. Hát úgy küldtek október 22-én, az ünnep előtti estén, hogy 7 napon belül adjuk be a pályázatunkat, úgy, hogy mind a 7 gyára egyenként üzleti tervet dolgozzunk ki, és adjuk meg 5 évre előre, hogy mit teszünk és hogyan. És mindezt angolul természetesen. Úgyhogy október 23-án írtam egy levelet nekik, hogy még méltóság teljesen ünnepel az ország, kénytelen vagyok önöket figyelmeztetni arra, hogy Magyarországon a magyar nyelv a hivatalos nyelv. És hogyha én, mint magyar állampolgár és 200 mezőgazdasági szövetkezet egy magyar vállalat megvásárlására pályázni hajtok, akkor elvárom, hogy a pályázat kiírás is magyarul történjen, és a pályázat beadás is, na meg az elbírálás. Na hát ebben a helyzetben nyújtottuk be a pályázatunkat a meghosszabbított határidőre, és aztán későbbiekben tapasztaltuk, hogy bizony a konkurensünk, a Feruzzi csoportnak a erre a célra alapított projektcég, egy Cereolnak hívott, Hollandiában bejegyzett kis cég, nos, az nem is nyújtott be pályázatot. Megvárta, míg mi benyújtjuk, megkérte az Ávit, tájékoztassa, mennyi árat ajánlottunk mi, és másnap erre egy kicsit ráígért, de már a beadási határidőn túl. Tehát december 4-én délután 16 óra volt a beadási határidő, de hogyhogy nem, ismét angolul, ismét Londonban, nem Magyarországon kellett beadni, Londonban, úgyhogy én külön ki kellett, hogy verekedjem az Állami Vagyonügynökségnek. Egy, fogadja el tőlem magyarul is a pályázatot, és ha egy mód van rá, tegyék meg azt a szívességet, hogy figyelembe véve az egy óra különbséget a londoni, illetőleg a magyarországi időszámítás szerint, a londoninak megfelelő, de egy órával későbbi magyar időnben adhassam be a pályázatot. És 200 termelővel együtt beadtuk a pályázatot. Mint mondtam, aki mégül megnyerte a pályázatot, az nem adta be. Az megvárta, hogy mi mit csinálunk.
Fölszorított minket a vagyonügynökség, hogy javítsunk a feltételeken, kínáljunk többet. Erre azt mondtam, rendben van. 100 millió dollárt kínálunk érte. Még egyszer mondom, 100 millió dollár. Következő február 20-valahányadikán fölhív egy ismerősöm, hogy tudom-e, hogy most írják alá a növényolajipar adásvételi szerződését a Ferruzzi csoporttal. Egyrészt nem tudom. Másrészt, hát nekem még itt van az Ávütől, meg a Földművelési Minisztériumtól, a Rakskó Györgytől kapott megbízás, hogy miként dolgozzam ki a jövőbeli üzleti terveimet, ezt le kell adnom, hát hogyha én ezen még dolgozom, akkor nem hagyják alá a szerződést. Igen, eladták a növényolajipari vállalatot úgy, ahogy van egészében, a maga monopól helyzetével, a maga teljes iparági összes kihatásával a mezőgazdaságra és az élelmiszerforgalomra és a magyar külkereskedelemre és egyáltalán az ország pénzügyi helyzetére, mert méreténél fogva ekkora hatása volt, eladták úgy, hogy az Ávi igazgató tanácsának a tagjai közül senki sem tudott róla. Mert korábban hoztak egy olyan határozatot, amelyiknek olyan dodonai fogalmazása volt, ha akarom, így értem, ha akarom, úgy értem. És akkor, amikor hozzám fordultak, hogy én még csak nyugodtan pályázzak, ők már ezt az igazgató tanácsi határozatot úgy értelmezték, hogy aláírhatják a szerződést, de nem voltak benne biztos, tehát egy olyan kis emberrel iratták alá, aki másnap azonnal el is tűnt az ügyletpalettájáról. Tehát átjátszották Magyarország stratégiai ágazatát, átgyalogolva minden nemzeti érdeken, átgyalogolva minden akkor érvényes törvényen és rendelkezésen, mindenféle irányelven, semmi, de semmi nem állította meg ezeket az embereket. A gazdasági bérgyilkosok, jól fizetett szakemberek, akik dollármilliárdokat csalnak ki a világ országaitól. A Világbank, az Egyesült Államok Nemzetközi Segélyezési Ügynöksége és más külföldi segélyszervezetek pénzét a világ természeti erőforrásait ellenőrző nemzetközi nagyvállalatok és néhány gazdag család zsebeibe töltik. Eszközeik között szerepelnek a meghamisított pénzügyi jelentések, manipulált választások, a megvesztegetés, erőszak, szex és gyilkosság. A birodalmak létével egyidős játékot űznek. De ez a játék most, a globalizáció korában új és ijesztő mértéket öltött. Én tudom. Én ilyen gazdasági bérgyilkos voltam. A következő hét elején megjelent a sajtóban ilyen picikek is hír. Eladták a Nömovot, a növényolajipari és mosószergyártó vállalatot, mert nagyon sok pénzt fizetett a vevő, és a nagyon sok pénzre szüksége volt a költségvetésnek. Utóbb a perben előkerült a szerződés, amiből kiderült, semmilyen pénzt nem kellett fizetnie a vevőnek, ajándékba kapta, a vállalaton belül lévő pénzből, akár 2-3 év múlva, ha akarja, kifizeti, ha akarja, nem fizeti ki a vételárat, a mezőgazdasági beszállítóktól, akik a napraforgó magot adták el, még azon a tavaszon olyan szerződéseket kötött, ahol 15%-kal leszállította a felvásárlási árat, és ez az árleszállítás sokkal nagyobb vesztesége volt a mezőgazdáknak, mint az egész vállalat névleges eladási ára, amit egyébként nem is kellett kifizetni. Mint ahogy a növényolajipar privatizációnál tapasztaltuk is, hogy Raskó úr már akkor egy szója kereskedelmi érdekeltséget működtetett, és a magyar növényolaj alapanyaga, a repce és a napraforgó feldolgozásának a felszámolása a szójának nyitotta meg a teret, ami azóta többszörösére nőtt Magyarországon, mint import. Most azért mondom, hogy gazdasági bérgyilkos, mert ismerjük
Perkinsnek azt a könyvét, amelyik az ő szerepét írja le, és mondja el, hogy igen, az volt a céljuk, hogy különböző beruházásokat hajtsanak vélre például Dél-Amerikában, világbanki hitellel vagy más amerikai érdekeltségeknek a finanszírozásában, lehetőleg úgy, hogy ez eladósítsa az országot, de soha ne tudják visszafizetni. Most ez Magyarországon is bekövetkezett, mert valójában mi hitelből korszerűsítettük azokat a gyárakat, amit aztán ezek után az új tulajdonos lebontott, és a környezetünkben lévő más országok gyárait korszerűsítette a világbanki hitelből épített és itt lebontott technológiával, ami azt jelentette, Magyarországon maradt az adósság, és a magyarokhoz képest konkurens helyzetben lévő gyárakat korszerűsítették. A magyar kormány pedig Raskó úr hatatos közelműködésével ráállt arra, hogy szójakikötőt építsen Kóperben, mert ahogy Magyarországra minél olcsóbban és jobban jusson el, hát a magyar kormány vállalta annak a költségét, hogy azt a kikötőt fejleszti, ahol az import beérkezik. Tehát felszámolja a saját exportját, felszámolja a saját munkahelyeit, felszámolja az ország pénzügyi mérlegét javító kapacitást, hogy utána az ország pénzügyi mérlegét rontó technológiát, illetőleg pontosan a logisztikát fejleszen a saját pénzén. Mert így akkor most már a magyar állattenyésztés nem a hazai fehérje takarmányon, hanem az amerikai importon növekedhet, pontosabban csökkenhet, mert ugye most, ha visszatekintünk a statisztikákat, megnézzük, akkor kiderül, hogy bizony a fehérjét fogyasztó állatállomány kevesebb, mint felére csökkent, egyébként pedig az importunk több, mint kétszeresére. Tehát fajlagosan négyszer több szóját használunk föl, és ezzel lényegében az állattenyésztésünket egy tengeren túli függvényé tettük.